Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Lássuk ma, mire futunk ki. No, hát, majd lassan leül. Mi kell nekem? Prioritás. Hát az majd egyszer ebből, de jelenleg nem szükséges, nem érdekes. Takarításokat talán végzik, vagy nem. Ez mondjuk relatív fontos. És akkor utána tényleg visszatérhetünk itt a űr befejezésére. És itt nem csekély só az, ami kibontható. Azért furkásszuk le ezeket többnyire, mert az érdekes. Ott van mit. No, mit és hol dolgoznak emberkéink? Ja, itt volt némi elektromos trükközés, azt hiszem azzal foglalkoztak egy kört. De lehet, hogy nem. Hogy állunk itt? Mésszel és mi egyébbel van bőven. Vegyes. Vajon hol van a méz? Na mindegy, nem mintha számítanak különösebben. De azért érdekes lenne. Valahol nem túl nagyon. nem erőltették ezt. Ellenben a takarítást elvégezték. Az is valami. Elvégezték, elvégzik. Kaja kerül a széngyártóinkhoz. Akkor ezzel szórakoznak, takarítgatnak. Hát, nem azt mondom, hogy létfontos, de egyébként nem árt. Annak jobban örülnék, ha a közeli dobozokba vinnék, nem valahova, random helyekre. De hát ez van. Lassan elfogynak.
Ó, néhányat hajlandó közelbe vinni. Viszonylag gyors is ebből adódóan. Viszonylag. Na hát. Ez van. Nem terveztem, hogy ezzel a takarítással fognak ennyire lelkesen foglalkozni. De így alakult. Akkor feltakarítottak szépen. Igazából fölösleges trükközni. Bonts le, mint elérhető cuccot. Akkor is, ha fölfúrtad magad oda. És megvan. Aztán mehetnek tovább. Ide. Mert más nincs. Úgy bizony. Vajon ezeket a furkászok szemetelték be, vagy a meteorok hullajtották lassan? Obszidián. Obszidián. Ó, hogy ez acélból van. Az azért nem haszontalan. Lehet. Mennyi van benne? Csak hogy úgy... Tudjuk, 400 kiló egy üvegbe. Tehát itt van másfél tonna acél. Ha nagyon akarjuk. Az obszidián az nem érdekes. Ez pedig 200 kiló. Az obszidián az nem különösebben érdekes, de azért az acélüveg az. Arra nem lehet azt mondani, hogy nem érdemes rávetődni, ha olyan a helyzet. Ó, elvileg elértünk valami plecsnit. Ja. Ruházkodás. És vidéke. Ha nem kapkodják ezt. Egy-két valaki jött ide, aztán csók. Nem tudom, hogy útközben elvesznek valahol, vagy mi? Nem, csak lassan érkeznek. Meg persze rengeteget rohangásznak egy-egy melóért. Ami nem egy jó meló. Jó átlag, jó tempó. Ez mindjárt más, amikor följön és 4-5 melót elvégez. Az úgy oké. 24 kilót szállítani. Fölmászott ide. Mert az, ha épít 5-6 darabot, hát az... Na bum. Nyilván nem a legjobb. De rendben van. Teljességgel okés. Na és már itt is tele vanunk. Vagy van az oxigén helyzet. Mindjárt rendbe jött. Ezzel a kis kiegészítő elosztóval. Vajon itt is dolgozgatnak szállítással, vagy azért annyira nem? Úgy bizony. De persze ugyanazzal a hülyeséggel, hogy na, az itteni doboz helyett valahova viszik messze.
Nem is tudom. Szén. Főleg most. Főleg most az értékes. Azért valahol távol. Nem tudom. Igazából valószínűleg lebontjuk ezt a feladatsort. Majd takarítunk közelebb vagy valami. Például ezt érdemes lenne talán. Vagy ezeket, vagy stb. Itt végig mondjuk. Van bőven még. Mit és hol. De ha egy kicsit figyelünk azért rá, akkor jobb helyzetbe kerülünk. Na, és akkor mind-mind megy föl. Aki erre járna. És furkász. Vagy épít, vagy akármi. Nem kapkodják el. Azt nem mondhatjuk. De azért akad pár. Persze, hogy nincs ellenőrző központ, hát ez a legvégén lesz, képzeld. Azt hiszem, ha ezt elfuratjuk, akkor innen el tudják majd fúrni a maradékot. Azt hiszem. Remek. És akkor valahol állunk. Akár le is fúrhatod magadat. És talán visszamész ugyanoda szuszogni. Logikus. Na se baj. Ó-ó. Egy fúrással mentünk tovább, mint kellett volna. Reméljük, még most befejezik. És akkor fennáll újra a nyomás. Na hát egy picit tovább mentünk, mint kellett volna. Ez miért is piros? Mindegy is.
Mindig visszatérhetsz, azzal nincsen kérdés, nincsen baj. Na és akkor ez a nagyobb adag súlyt lebontásra kerül, ahogy illik. És akkor van só, ismét van só. Egy darab időre. Mi ez a sok-sok tojás? Mondjuk azt hiszem benne van egy az, ami benn van a dobozba. Meg egy csomó paku tojás, ugye az ücsörög a pakutárolóba. A semmire. Hát ez zseniális. Pont ezt vártuk. Nem, nem. Picit se. Senki. Valamelyik furkász. Na jó, akkor kisegítünk. Ennyit megérdemelsz, vagy nem? Ez van. Na, megérkezett az első. Meg persze közben érkezik a oxigén nyomokba. Ha nem kapkodjuk el. Nem kapkodjuk el. Hogy áll a maradék? Most be van fejezve az a kutatás? Befejezve, hát. Eljutott addig, ameddig el tudott jutni? Nem. Pedig föld van, víz van. Úgyhogy ezt átrakom 9-esre. Aki tud, az kutasson és fejezzük be ezeket az ügyeket. Egy darabig úgy se lesz már semmi ügy ez egy e témában. No. Ja, hogy az csak mag. Az más. Az nem nagyon vezet sehova. Yeah. Hát a Surface Bridge az nem az, nem sérült felszín. Itt kifúrtunk a felszínre, az irány az nem mindegy.
De hát ez mondjuk kétségtelen. Nem egyszerű. Se baj. No. Oké. Haha, beszéltünk a pakukról. Íme az újabb adag paku. Nagyszerű. No, és akkor valahol ennek a magasságába lesz az első szakasz, de hát az még odébb van, amikor kezd minden működni. Úgyhogy meglátjuk, de lassan-lassan kijutunk. És itt a mi kis elenyésző határfalunk, de hát ez jutott, így jutott. No, 6 tonna acél, hát reméljük elég. Reméljük elég egy felső falra, oda ahova kell. Az elején. Ja, létránk az megy föl a maximális tetőig, ameddig tudunk építkezni. Aztán majd valahol ott húzzuk meg a... egyéb kütyüket. Ez meg abszolút ultra prioritásban van. No, hát haladunk kifelé az űrbe. Apró kis lépésekkel. Kettő, három, négy, öt. Akkor majd ott lesz szépen. Az úgy egyébként is megfelel. Ez mint alapszint.
Jó, és hát ezt nyilván elbontjuk, ha magától nem omlik össze. Az építkezések és egyebek keretében. Érkezik az elenyésző oxigén. Nem száguld, azt nem tudjuk mondani. De hát ez egy ilyen feladvány. Bontja, amit tud, nem sokat. Lenne, hogyha ezeket használnátok, ahol van oxigén. Hm? Csoda. Bár mondjuk amilyen gyorsan vissza is jöttök, mindegy is, hogy melyiket használjátok. Nagyjából. No. És akkor szépen ki van vezetve. A nagy teljesítményű bogyunk. Na, már elkezdődik építkezni. Apránként a kis bütyök. No, hát innen jön a mókás feladata, hogy lassan-lassan fölfele haladunk. Ó, és ezek szerint hallottam itt egy ilyen galád alakot, amit aztán majd valahol levadászunk. Hát ez nem volt egy sikeres menet. Tapéta. Mind egyet, egyet, egyet. Nem többet, még talán annyit se. Na, két hátsó az már tele van. A többi az problémás, ezt nem lehet vitatni. Na, ezt hogy mentsük ki? Thank you.
Akkor legalább ki tudják más ásni magukat, ásni magukat. Na, hát így sikerült. Így sikerült az ügy. Na ja, gránit az van a környéken. Azt helyben tudja készíteni. A többi viszont az csak úgy halad, ahogy halad. Na, ez kész. Akkor álljunk át a másik ágra. És ez majd megy addig, amíg kész nincs gyakorlatilag. De az egy örökkévaló folyamat lesz. Ha egyáltalán belekezdek a rakétázásba. Érdemi szinten. Ez ügyes volt. Ez elképesztően ügyes volt. Ez a függőlegesen becsapódó cumó. Pont erre volt szükségünk. Az egészet elpusztítsa. Szerencsére csak gránit. Nem is sok. Még nem is maga a létre a lényeges, hanem a padló leginkább, mert azt áttöri előbb-utóbb. Ha így folytatja. De persze a sérült... Hogy hívják on? Létrán tök nyugodtan tudnak sétálni. Úgyhogy ugye fel lehet tenni a kérdést, hogy sérült az a tégla? Amin sétálni lehet? Na jó, hát itt nagyon hülye jön ki az egy kocka abisszalát. Megkapja a lehetőséget kifúrni. Valaki által. No hát, haladunk, haladgatunk. És ahogy elérjük majd végre a tetőt, az építési plafont, akkor megkezdjük a napelem kiépítését. Alapvetően a múltkori formába működött, úgyhogy túl sokat nem kell rajta trükközni és változtatni. Legfeljebb azon, hogy a hűtést azt hogy is oldjuk meg. De érdemben azzal se volt baj. Na jó, felejtsük el, majd ha felfúrtunk odáig, hogy kényelmesen és biztosan elérjük. Az jó, hogy kifúrtad, de akár meg is építhetted volna. Hm? Nem? Na látod, nem egy nagy feladat.
Hát ez van. Hozzák a cuccot. Nagyon-nagyon apránként. Vasércet azt egy-egy adagra valóra val hozzák. Pedig még itt is találna, de az éppenséggel rézérc. Az is hasznos. Na, hát ez már egy mellékág. Hosszadalmas mellékága annak, hogy hogyan építkezünk. Kutatás, ha nincs is meg, de nekiálltak ilyen lelkesen. Föld egy adag elfogyott, műanyag elég sok, üveg lassan elég. 200 kiló üveg kell, azt hiszem, egy... Hogy hívják hoz? Napelemhez. Ja. Úgyhogy az 5 napelem, az elég sok. Gyakorlatilag 2 kilowatt. Az elején. Amikor teljesen működik. Na, hát innen folytatjuk. Már ennyi.